A műsorszám támogatója a Kék Duna Otthon. www.kdo.hu Ismét egy ifjú titán érkezik a 168 stúdiójába. Taracki Mila a színművészetén végzett, mint vágó, de 20 éves korára már rendezőként és színészként is debütált. A 168 stúdiójában tehát a magyar újságírás élő legendája Szilágyi János, és a multitalentum szabad szellem Taracki Mila. Volna egy javaslatom, örülnék, ha elfogadná. Tegeződjünk. Tegeződünk. Rendben? Rendben. Nincs választásom azért, szajú. Emlékszel, hogy ugye kisebb korodban, meg ezt az ember tudja, nagyon sok gyerektől meg szokták kérdezni, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Vissza tudsz arra emlékezni, hogy ha tőled ezt megkérdezték gyerekkorodban, erre mit válaszoltál? Na, azt hiszem, először festő akartam lenni. És költő. Ez a kettő változó. Festő és mi? Költő. És költő. És költő. Aha. Na hát ebből mi valósult meg? Magyarán mivel foglalkozol most? Azt hiszem, hát elsősorban filmkészítéssel. És annak melyik részével? Rendezést tanulok, vágóként dolgozom, és egy stúdióban színészkedem. Meg hát elmegyek néha asszisztálni, vagy ahol kell segítség, oda el szoktam menni, vizsgafilmekbe, diplomafilmekbe. Igazából most még abban az állapotban vagyok, hogy mindent elvállalok, ahol szimpatikus emberek vannak, vagy szimpatikus projektnek tűnik, oda elmegyek. Aha, és ha fölteltem ezt a kérdést, nem haragszom meg, miből élsz? Hát én meg el vagyok tartva. 20 éves vagyok, és anyagilag támogatva vagyok még. Ebből szeretnék szépen a következő pár évben kilépni, de úgy látom, hogy fokozatosan ezért ez valahol alakulgat, de én még egy luxus életet élem. Még nem kopogtattam. Egy írásodat olvastam a neten. Igen. Az a címe, aki nem lép egyszerre. Ebből fogok idézni dolgokat, mert szeretném, ha megmagyaráznád. Sok mondattal kapcsolatban vannak kérdéseim. Az első így hangzik. Mindig is valami visszacsatolást, megerősítést kerestem a létjogosultságomban. Ezt hogy értsem? Hát mindig is volt bennem egy ilyen kérdőjel, hogy az én létezésem, gondolataim azok mennyire relevánsak. Tehát vártam egyfajta validációra, állandóan egy ilyen, hát egy megerősítést kerestem másoktól, hogy minden gondolatomat megkérdőjeleztem, és minden érzelmemet megkérdőjeleztem. Tehát volt bennem egy ilyen elég nagy ilyen kétségbeesettség vagy elveszettség, ami szerintem egy normális állapot, főleg ilyen kamaszkorban, de nekem ez ilyen gyerekkorom óta megvolt, és valahogy nekem a filmnyelv vagy a filmezés kezdett ilyen válaszokat adni. És ez hogy zajlott, mikor segítségé fordultál valakihez, akkor azt mondtad, hogy anyu, apu, vagy nem tudom, mancikám, a barátnőd, vagy valaki, mit kérdeztél, vagy hogy fordultál támogatásért? Hát mindig is ilyen létszükségletem volt, hogy valahogy kifejezzem magamat és kommunikáljak valamilyen művészeti ágon keresztül, és akkor vittem a szüleimhez a festményeket, hogy mit gondolnak róla, jó-e, látnak-e mögötte gondolatot, amit látnak mögötte gondolatot, az valide, az jó gondolat-e. Lehet-e ez a fejem, gondolhatok én erre? Tehát állandóan analizáltam és próbáltam így megérteni magam körül a világot és valahova elhelyezni magamat benne. És ebből sok nehézséget támadt? Igen, hát kamaszkoromban nagyon sok, mert akkor így rám zúdult egy plusz adag kérdés, amivel akkor nagyon nehezen birkóztam meg. Na menjünk tovább. Az általános iskolában nem voltam túl népszerű. Mi volt ennek az oka? Hát ilyen koravén gyerek voltam szerintem.
De ahogy viselkedtél, vagy amiről beszéltél, vagy ahogy öltözködtél, miben tűnt ki a társainak, hogy te hozzájuk képest öregebb vagy, egy vénkés asszony vagy? Hát nem tudom, irodalomórán is a pad alatt mást olvastam, mint amit a tanár feladott. És így próbáltam így megérteni így mások működését, és így átvenni különböző ilyen viselkedés mintákat. És úgy nehezen találtam így ezt az utat, hogy igazából merre kéne nekem mennem, hogy ki vagyok én. Nehezen éltem meg kiskoromban, és érezhető volt az, hogy megvoltak nekem az ilyen idoljaim. Volt két nagyon jó barátnőm, akik én sokkal népszerűbbnek, meg sokkal talpra esettebbnek láttam, és valahogy próbáltam átvenni az ő karakterüket valahogy magamra húzni. Aha, és a többiek, akik nem nagyon értettek meg, azok piszkáltak sokat az osztályban? Hát szóval nem szeretném egy ilyen... Állnod? Nem szeretném magamat egy ilyen áldozat szerepbe hozni, mert azért nem gondolom, hogy egy ilyen könnyű eset lettem volna. Tehát azért, amikor valamivel kapcsolatban volt egy gondolatom, azért én is eléggé határozottan azt ki tudtam jelenteni. De az volt a fura, hogy akkor én ezt a fajta magabiztosságomat nem érzékeltem, utólag tudtam meg tanáraimtól később rá évekre, amikor találkoztam általános iskolai tanáraimmal, akkor ők mondták nekem, hogy azért ki tudtam válni magamért, ha arról volt szó, vagy nem volt könnyű feltétlen tanítani engem. Szóval és milyen tanuló voltál? Jó tanuló voltam nagyon. Aha. Ez egy értelmes, a osztálytársai által nem túl kedvelt lány voltál. Egyre többen mondják azt, hogy ezt én éltem meg így, és hogy nem igaz, hogy nem kedveltek. Én nagyon úgy éltem meg. Tehát nekem a gyerekkoromban a legnagyobb traumám az volt, hogy kötelező néptáncóránk volt, imádtam néptáncolni, és mindig leültették a lányokat egy padra, és akkor a fiúk választottak, és mindig én maradtam utoljára. És akkor a végén azt volt, hogy mondta a néptánc, hogy valaki most már táncoljon a Milával. De hogy én akkor nem értettem, hogy van valami olyan kisugárzásom, ami valahogy egy olyan gátat szab, vagy valahol úgy van. Aha. Egy ilyen szakadék köztem meg a kortársaim között. És ez a helyzet máig megmaradt, úgy értem, fiúk és közted? Most hát, is, remélem. Ha is egy padon nehezen szólítanak meg. Hát remélem nem azért. Szerintem most sem gondolom, hogy én lennék a világ legegyszerűbb embere, de azért azt gondolom, hogy sokkal közvetlenebb vagyok, vagy hogy már azért így nincsen egy ilyen, nem tudom, fal előttem, amit szerintem így nagyon tartottam magamban így gyerekként, vagy így nagyon, amennyire vágytam arra, hogy ez ne legyen, annyira erősen szerintem tartottam. Szóval nem tudom, azt gondolom, hogy ez egy olyan önreflexiós folyamat, hogy 20 év múlva biztosan máshogy fogom látni a 10 éves énemet, mint most, tehát nem tudom teljesen meghatározni ezt, hogy milyen lehettem. Na kérlek szépen, a következő idézet tőled. 20 éves vagyok, és most fektetem le életem első alappilléreit, amit 10 év múlva majd valószínűleg rommá akarok zúzni, és minden ezen éveimről fellelhető dokumentációt majd meg akarok semmisíteni. Miért akarod rommá zúzni a fiatalságod élményeit? Hát, mert arra gondolok, hogy mondjuk egy éve hogyan gondolkoztam, és most hogyan gondolkozom, akkor biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva valószínűleg a mostani gondolataim és azok a szavak, amik most elhangzanak tőlem, azok teljesen más megvilágításba fognak kerülni. És igazából ez a bekezdés erről is szól, hogy el tudom most már fogadni azt, hogy egy állandó változásban vagyok, és hogy hibákat követek el, és nem feltétlenül úgy fejezem ki magam, vagy nem feltétlenül úgy viselkedem egy adott szituációban, hogy mondjuk arra büszke lennék X év múlva, de elfogadom azt, hogy jelenleg annyit próbálok tenni, hogy ténylegesen képviselem azt, amiben hiszek. De ez biztos, hogy változni fog. Levonhatom ebből azt a következtetést, hogy te, hogy is mondjam, állandóan figyeled magad, és kívülről is próbálod magad nézni, hogy hogy viselkedsz, miket mondasz, kinek milyen jelzéseket adsz. Így van ez? Jó gondolom? Igen, egy kicsit betegesen analitikus alkat vagyok, és perfekcionista, szóval azért ez lehet, hogy kicsit ilyen obszesszív néha, ami gondolom ebből a szövegből is. Rengeteg idegen szót használsz ebből a dolgozatodban, és most ebben a mondatodban mondtál 4-et.
ez mi miatt van? Ennyire művelt vagy, vagy szereted, hogyha látják rajtad, hogy te mennyire művelt vagy? Kicsit azt érzem, hogy ilyen terápiára kerültem, de barátkozom a helyzettel. Hát nem, azért azt érzem, hogy nincs bennem egy annyira erős hiúság, hogy állandóan érezzem annak a kényszerét, hogy nekem, nem tudom, fel kéne vágnom egyfajta műveltséggel, ami azért nem gondolom, hogy annyira művelt lennék. Inkább talán arról lesz szó, hogy sokat olvasok, és sokat olvasok idegen nyelven is. Tehát, milyen nyelven beszélsz? Angol, német, francia. Ó, oh. Ezeken beszélsz is, vagy csak olvasol? Franciául nem tudok annyira jól beszélni, de meg franciául nem is olvasok, szép irodalmat, cikkeket olvasok csak franciául. Németet jól beszélek, osztrák iskolába jártam, angolul is jól beszélek szerintem. És mikor kezdted az idegen nyelvekkel való ismerkedést? Általános iskola alsó tagozatban akkor. Szóval ez régen volt. Régen, igen. Régen volt. És mit olvasol? Tehát mi érdekel? Szép irodalom elsősorban, és annak milyen ága, vagy milyen írók? Hát, például most, ma, mit, vagy tegnap este milyen könyvet raktál az éjjeli szekrényedre? Tegnap este pont semmiért, de tegnap este, akiről nagyon sokat beszélgettem, az Hanvas Béla volt. Tegnap voltam a Gólem stúdióban egy próbán, és akkor pont feljött, és nagy kedvencem van Vas Béla. De nem olvasok sajnos annyit most, amennyit szeretnék, szóval, hogyha most olvasok, akkor általában vagy költészet, vagy pszichológia, filozófia, és akkor... És igen. Mi nem olvasol annyit, amennyit kedved volna? Nehéz koncentrálnom, és annyira belemerülnem, tehát ugye... Ezen sokat gondolkoztam, általában azt érzem, hogy nem tud feltétlenül annyi impulzust adni egy könyv, amennyit korábban adott nekem, amit nagyon sajnálok, hogy nem tudok annyira átlényegülni. Akkor tudok nagyon jól olvasni, hogyha vannak ilyen társképzeteim az olvasott anyaghoz. Tehát például, amiben legutóbb nagyon bele tudtam élni magamat, ez egy forgatókönyv volt, egy nagy játékfilm forgatókönyv, mert ott már megvoltak azok a társgondolatok, hogy utána azt vágóként hogyan szeretném összerakni, vagy elképzeltem, hogy az hogyan fog megelevenedni filmnyelven. Tehát akkor nagyon bele tudom magamat ásni, de hogyha nincsenek ennyire gyakorlatias képzeteim az, amit olvasok, akkor nagyon nehéz mindenből kiszakadnom és koncentrálnom. Az eddigi beszélgetésünkből levonhatom azt a következtetést, hogy neked sok bajod van magaddal? Hát sok elvárásom van magammal. Sok bajom, azt hiszem, annyira nincsen, sok elvárásom van magammal. Szerintem. Mondj egyet. Mindig érzem annak a terhét, hogy teljesíthetnék jobban. És valószínűleg ez megnyilvánul ebben is, hogy nem adom meg magamnak azt, hogy én most csak olvasok az olvasás örömért. Tehát ez elég rémes állapot lehet, hogyha örökké elégedetlen vagy magaddal minden ténykedésedben. Kivetni valót találsz. Hát ez az érem egyik oldala, a másik oldala az meg az, hogy nagyon intenzíven tudok haladni, emiatt, mert van egy állandó motiváció bennem, hogy meg egy kíváncsiság, ami hajt. És ahhoz próbálok felzárkózni alapvetően, tehát van egy nagyon erős kíváncsiság bennem, és ahhoz próbálom magamat felzárkóztatni erőben és motivációban. Ugye arról beszéltünk, hogy a kisiskolás korodban általánosban nem kedveltek nagyon az osztálytársaid. Most jó veled dolgozni? Úgy érzed, hogy a munkatársaid, a kollégáid, akikkel valahogy filmben együtt vagy, együtt dolgozol, azok kedvelnek, és jól ki tudtok jönni egymással? Igen, szerintem. Ezt így érzed? Igen. De ahogy még egyszer visszakérdezel, el fogok bizonytalanodni. El fogsz bizonytalanodni, ha még egyszer erre visszakérdezel. Lehet, hogy mélyebben bele fogok gondolni, és lesznek nagyon mélyen lakozó félelmény, de nem. Jó, nem kérdezek vissza. Jól kijövök a munkatársaimmal. Meg most már az egész baráti köröm igazából filmesekből áll, ami egy nagyon jó dolog, hogy... És hány igazi barátod van? Tehát nem csak így ismerős, meg kollega, hanem az, akit éjjel háromkor is fölhívna a telefonon, ha valami komoly gondod volna, és nem érdekelne, hogy hány óra van.
Hát viszonylag sok szerintem ahhoz képest, hogy én nekem mindig azt mondta anyukám, hogy ha az embernek egy igaz barátja van, az már egy óriási érték. Igaza van anyukádnak. Én azt gondolom, hogy ez nekem ilyen igaz barátból, most a belegondolok, szerintem van körülöttem mondjuk 10 olyan ember, akivel azt mondom, hogy van olyan kapcsolatom, hogy bármikor, bármilyen helyzetben hívhatom őket, és ők is engem. Tehát ezt a fajta ilyen szociális szorongást vagy frusztrációt nem érzem már. És ez a baráti kör elsősorban a fiúkból, vagy elsősorban a lányokból áll? Több fiú barátom van, mint lány barátom. Uh-huh. Jó. Kérlek szépen, arról szeretnék mesélni, írod, hogyan szabadultam meg a magánytól, és találtam szépséget az egyedüllétben. Mi a különbség a magány és az egyedüllét között szerinted? Hát, hogy a magány az egy pejoratív értelemben mutatja be ezt az állapotot, hogy az ember egyedül van. Tehát az egyedüllét az nem feltétlen vonza magával a magány érzését. Tehát az, hogy az ember fizikailag egyedül van, vagy egyedül él meg dolgokat, az teljesen más, mint hogyha az ember azt érzi, hogy rá van kényszerítve az egyedül létre. Tehát valóban nekem a különbség ebben van, hogy azért vagyok egyedül, mert egyedül kell lennem, és nem találom a kapcsolatot, vagy azért vagyok egyedül, mert egyedül szeretnék lenni bizonyos területeken az életemben, vagy bizonyos gondolatokkal szeretnék egyedül maradni. És mi ebben a szépség? Mert azt mondod, az egyedül lét szépsége. Mi az egyedül lét szépsége nálad? Hát az, hogy egy milyen kapcsolatot tud az ember kiépíteni magával. Tehát azt gondolom, hogy amilyen kapcsolatot önmagunkkal ki tudunk alakítani, azt a fajta mélységet soha nem tudjuk mással megélni. Vagy meg tudjuk közelíteni, de azt gondolom, hogy magunkkal. Szóval magunkkal kapcsolatot kialakítani, mély kapcsolatot és megértő kapcsolatot. Igen, és én azt gondolom, hogy erre épül minden más is az életünkben. Tehát ez a magunkkal való kapcsolatunk, ez... Én el kell gondolkodni nekem, mert fogalmam is, hogy milyen kapcsolatban vagyok magammal. Én meg vagyok elégedve magammal, mint társal, akivel én együtt élek, de nem élek egyedül, de sose gondolkodtam ezen el, hogy ezt a szót használjam magammal kapcsolatban, hogy milyen kapcsolatban vagyok magammal. Te ezt komolyan is gondolod, ezt a kapcsolat szót ebben a felállásban, ugyebár? Hát igen, azt hiszem. Az egyedül lét szépsége. Jó. Örömenő harc ment minden évben a betlehemi játék Mária szerepére, amiben én sajnos nem vehettem részt, mert a családom nem volt vallásos. Ez egyre jobban nyomasztott, ezért bekéreckedtem hittanórára, majd meggyőztem apukámat, hogy vigyen el vasárnaponként misére. Mi lett ennek az egésznek a vége? Magyarul vallásos vagy? Templomba jársz? Már nem. Már nem vagy vallásos, vagy már nem jársz templomba? Nem vagyok, már nem tartom magamat már vallásosnak. Nagyon erős hívőnek tartom magamat, de nem vallásosnak. Tehát ennek a történetnek a vége az, hogy apukám vallásos lett, közösségi tag, vallásos lett, igen? És én ilyen 14 éves korom körül így kicsit újraértelmeztem az én hitéletemet, és azt éreztem, mert nekem nagyon meghatározó a kereszténység, és nagyon így a gyökerének láttam az én hitemnek, de azt éreztem, nagyon sok olyan gondolatom vagy van, amit a kereszténység keretein belül én nem tudok elhelyezni. Tehát már nem szeretném így definiálni, hogy egy adott valláshoz én így kapcsolnám magamat, mert élek annak a szabadságával, hogy különböző vallásokból különböző dolgokat vehetek ki, ami számomra közeli, és ebből egy saját hitképet alakíthatok. Ez a következő idézet tulajdonképpen még ide tartozik. Én nagyon boldog voltam egészen addig, amíg el nem kezdett érlelődni bennem egy egyre erősödő félelem, hogy rossz hívő vagyok. Örülnék, ha megmagyaráznád nekem, hogy mi a
rossz és a jó hívő közötti különbség? Amikor ezt éreztem, akkor másodikos vagy harmadikos lettem általános iskolás, és hát hittanórákon beszéltünk így a keresztény dogmákról, és én hát ugyanúgy, mint most is, volt egy elképzelésem arról, hogy milyen szinten lehetne ezeknek megfelelni. És állandóan féltem attól, hogy lehet, hogy én ennek nem felelek meg. Tehát tanultunk különböző bűnökről, 10 parancsolatról, vallásos embernek a rituáléjáról, és ebben nagyon erős elvárásokat éreztem, aminek azt éreztem, hogy nem tudok eleget tenni. És most hol tartasz? Eléggé ki vagyok békülve magammal ebből a szempontból, hogy jó hívő vagyok-e, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok hitem van, és ez az első számú hajtóerőm jelenleg nekem. És nem akarom ezt a súlyos szót használni, a bűn igen. Elkövetésében ez a gondolkodásmód és ez a helyzet téged megakadályoz, vagy legalábbis nem követsz el sok bűnt? Hát itt ez a kérdés, hogy mit nevezünk bűnnek. Na, hát te például mondj egy dolgot, amit bűnnek nevezel. Bármilyen erőszakot most, ami először eszembe jut. Igazából azért ezzel ritkábban szembesül szerintem az ember, ami a mindennapi életben előjön. Az nekem a hazugság, tehát nagyon, nagyon törekszem az őszintességre, és hogyha most a bűnökre gondolok, ami nagyon gyakran feljön, az pont ez, hogy próbálok a lehető legőszintébb lenni elsősorban magammal szemben, de hát mindenki mással szemben is. Tehát ezt mondjuk bűnnek tartom, hogyha az ember tudatosan hazudik, és tudatosan manipulál, vagy él vissza más bizalmával. Uh-huh. Talán ez egy ilyen aktuális téma. Használtad az erőszakosság szót. Volt ilyen élményed, hogy mondjuk annyira dübegurultál, hogy egy kisebb gyereket nagyon megvertél, vagy egy kutyába belerúgtál, vagy fordítva téged bántottak valami ok miatt? Nem, azért szerencsére nem. Csak ez az első szerintem, ami az embernek az eszébe jut, vagy nekem ez az első, ami eszembe jut, hogy a bűn. Egyébként te a magad jövőjét, most az egészről a család jutott eszembe, hogyan képzeled el? Szeretnél egy vagy több gyereket, vagy nem szeretnél? Egyáltalán mikor szeretnél valakinél kikötni? Hát ezt azt, hogy nem szeretném így konkretizálni hát magam. Nem is, tulajdonképpen a kérdés így ostoba. Hát nem azt vártam, hogy azt mondod, 29-es koromban szeretnék egy párt, vagy férjet, vagy akkor szeretnék szülni először, de mégis vannak-e ilyen elképzeléseim? Persze. Hát abban biztos vagyok, hogy szeretnék családod, de hogy milyen formában, mikor, hány gyerekkel. Hát ez... hát azt hiszem, hogy akkor már ténylegesen nagyon nehéz lenne az élet, hogyha én most kitűzném magamat azoknak az évszámokat, hogy mikor hány gyerekkel készül. Nem volt egy könnyű gyerekkorod, vagy fiatalkorod, mert itt írott, hogy pszichiáterhez is jártam, gyógyszeres kezelésen vettem részt, és fokozatosan kezdtem minden kontrollt elveszteni az életem felett. Eltávolodtam a családomtól, rémes kapcsolatokba menekültem, olyan helyzetekbe, amitől legjobban retteg minden szülő. Mitől kellett rettegni a te szüleidnek? Milyen helyzetekbe keveredtél? Hát attól, hogy elvesztenek, és ők nem tudnak már hatást gyakorolni rám, tehát hogy a hatáskörükön kívülre kerültem. Tehát egyfajta ilyen menekülésbe voltam, és hát akkor ezzel minden, ami jön a idősebb barátok, kábítószerek, minden ilyenféle dolog, amit szerintem kisebb mértékben valamilyen szinten átél az ember kamaszként, vagy szembesül vele. Rám ez ilyen hirtelen zúdult, és volt pár nagyon intenzív évem, amikor próbáltam magamat megtalálni, és hát elég ilyen radikálisan éltem meg ezt a
ezt a kontrollvesztettséget és frusztrációt. És ha erre az időszakodra visszagondolsz, akkor ez jó emléknek tűnik, hogy ilyen barátokkal drogoztatok, és a szüleid meg nem örültek ennek, vagy fordítva? Hát elsősorban nem, tehát elsősorban persze, hogy ami intenzívebb, az a rossz része a dolognak, tehát az, hogy nem feltétlenül, egyáltalán nem kívánom senkinek egy bizonyos részét ezeknek az éveknek. Ami viszont a jó része, hogy valahogy nagyon azt érzem, hogy nekem erre szükségem volt, erre a tapasztalatra. Tehát valahogy az, hogy én azt érzem, hogy bármennyire is sok kétségem van, azért is stabilnak érzem magamat, a világképemet, azt, hogy így hol az én helyem, vagy ki vagyok. És ebben nagyon nagy szerepet játszott hogy megéltem ezeket a végleteket. És pszichiáterhez hogy kerültél? Vittek, vagy mentél? Hát egész pontosan engem pszichiáter kiszedett kórházból, mert én anorexiával a kórházba kerültem, 15 ugye évesen. Ugye ilyen étkezési zavar. Igen, és hát nagyon lefogytam, és kórházba kerültem, és akkor én úgy jöhettem ki, hogy egy pszichiáter vett ki a kórházból, és hát egy rendszerességgel járnom kellett hozzá terápiára. És erről milyen emlékeid vannak, ez a terápiás ülések, ezek, ha erre visszagondolsz, ez jó emlék neked, vagy nem? Nagyon nem. És miért? Mert nagyon kétségbe voltam esve akkor, és nagyon vártam egyfajta ilyen, nem tudom, megmentésre, vagy egy ilyen megváltásra. De és neki az a szakmája, hogy megmentsen, nem? Igen, de én akkor azt éreztem, hogy ami természet, része a terápiának, hogy az az első szakasz, amikor csak egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk, akkor én azt éreztem, hogy már vérzek. Hogy bele, ki belez. És még mélyebbről szedjük fel a sebet. De összességében szerintem ez is egy jó tapasztalat volt, mert utána viszont rá évekre magamtól kezdtem el újból terápiára járni, és a mai napig járok. Tehát akkor én fél év után mondtam, hogy nem, a szüleim is mondták, hogy nem, mert sokkal rosszabbul lettem a pszichiáterrel való terápiák után, és utána eltelt nem is kevesebb, mint 2 év, és akkor én már magamtól mondtam a szüleimnek, hogy én szeretnék máshoz, de visszamenni terápiára, és azóta járok. És most miért jársz? Most azért járok, mert látom azt, hogy mindig lehet jobban az ember. Tehát én most már ezt úgy látom, hogy nem egy ilyen vészhelyzetben való megoldás az, hogy az ember elmegy terápiára, hanem ezt élete végéig üzheti, mint sportot. Önnek a pszichiáteret, ha ezt hallja, ennek örülni fog. Nem, mert nem sportolni jársz hozzá idézőjelben. Arról szeretnék mesélni, hogyan szabadultam meg az állandó rettegéstől, hogy tévedek. Hát mesélj, hogyan szabadultál meg ettől a tévedéstől való rettegéstől. Most, hogy te olvasod, azt érzem, hogy nagyon tragikus ez az írás, mint hogyha tényleg már az apokalipszis megértem volna, pedig az egyre hát azokat a mondatokat vettem ki, ami számomra érdekes volt, és gondoltam, hogy megmagyarázod nekem. Igen. Ja, hogyan szabadult ettől? Hát azáltal, hogy láttam azt, hogy nagyon rossz élmények hogyan vezetnek mégis valami nagyon szép irányba, és nekem az első ilyen tapasztalatom az első kisfiam által jött, amit készítettem, és én akkor készítettem az első kisfilmet, amikor a legmélyebb depresszióban voltam, a legrosszabbul voltam, és az, hogy én azt valahogy ki tudtam adni magamból, és ez kapott egy szakmai elismerést, egy családomban való elismerést, egy baráti körben, vagy egy tanároktól való elismerést. Szóval nem csak azt éltem meg, hogy én magamból azt ki tudom adni, hanem hogy ennek van valami értéke is. Ez egy annyira szép folyamat volt nekem, hogy akkor igazából lehet ezekkel mit kezdeni, tehát lehet a csalódásokkal és a fájdalmakkal mit kezdeni, és nem csak úgy, hogy az ember, nem tudom, belesüllyed ebbe, és
ha issza a vodkákat egymás után az éjszakai életben, hanem lehet ezt produktívan is ezekből az élményekből kezdeni valamit. És ez egy nagyon jó visszacsatolás volt. És akkor így elkezdtem fokozatosan úgy gondolkozni, hogy jó, hát most már csak azt szoktam mondani, hogy valami szörnyűséget látok, akkor mintha moziba ülnék, akkor ha nem tudok hatást gyakorolni egy adott helyzetre, akkor mozizom, és akkor jegyzetelek. És akkor azt utána valahol bele lehet írni, abból lehet valamit alkotni, most nagyon idézőjel. Hogyan képzeled el a jövődet? Hát a jövőmet úgy képzelem el, hogy hát biztos, hogy alkothatok, és beszéltek azokról a dolgokról. Igazából talán nem is ez az alkotás, hanem beszéltek azokról a dolgokról, amik foglalkoztatnak, és az, hogy milyen formában beszélhetek róla, az nagyon sok különböző forma érdekel. Egyértelmű, hogy a film az első, de pont idefele olvasgattam, hogy van ez az immerzív színház, ami engem nagyon foglalkoztat. Ez milyen színház? Ez hát egyfajta ilyen olyan színház, ami igazából ötvöz különböző színház formákat, és úgymond a színpad az eltűnik, és a közönség az a közönség és a színészek közötti határ valahogy elmosódik, tehát bejárnak a nézők egy teret a színészekkel együtt, és maguk döntik el, hogy merre viszik a történetet, merre haladnak, és különböző terekben különböző jelenetek alakulnak. És igazából ilyen minden érzékére hat az ember. Tehát ha mondjuk én egy ilyen színházi előadásra elmegyek, akkor egy kicsi színészé kell válnom? Ezzel bevallom neked, soha nem voltam még, csak nagyon sokat olvastam róla, mert itthon ennek még, ahol jól tudom, egyáltalán nincsen még alapja, de szerintem ez évek kérdése. Szóval Szeretnél egy ilyet létrehozni, vagy egy ilyenben részt venni, de ilyen még nincs Magyarországon? Nincsen. Engem csak nagyon érdekelnek ezek a formák, amik most alakulnak igazából, és ötvöznek különböző már létező művészeti ágakat. Szóval sok izgalmas újdonság van, ami mondjuk akár itthon még nincs is. Szóval ezek foglalkoztatnak. Azt kérdeztem, hogy mire szeretnéd vinni a jövőben. Ezt a kérdést még egyszer fölteszem úgy, hogy mire vágysz a jövőben. Mi az, ami mindenképpen jó lenne, ha megtörténne veled? Ez lehet magánügy, lehet gyerek, lehet szerelem. Mi az, amin így spekulálni szoktál, és azt mondod, hogy jaj, de jó lenne, ha? Tehát azt hiszem, hogy talán az, hogy még inkább azt érezem, hogy így megérkeztem. És ennek van egy ilyen hosszú útja, amit járok, és érzem, hogy hónapról hónapra kicsit közelebb kerülök ahhoz a közeghez, ahhoz az állapothoz, ahhoz a békességhez, ahhoz a munkához, és igazából ez a megérkezés, amire vágyom. Hogy azt tudom mondani, hogy na itt vagyok, és jelen vagyok, és jelen tudok lenni. Hát egy kicsit meg tudlak vigasztalni, mert ennek az interjúnak a végéhez érkeztünk. Amit köszönök neked. Nagyon szépen köszönöm. Kicsit meg vagyok illetődve, nagyon komoly kérdéseket tettek fel nekem, de remélem, hogy megálltam a helyemet, és sikerült őszinte válaszokat adnom. Szóval egy önismereti teszt volt. Amikor készültem erre az interjúra, akkor egy nagyon elvarázsolt csajra számítottam, de hál' Isten nem volt nagyon elvarázsolva, hanem teljesen normálisakat válaszolt az én nem teljesen normális kérdéseimre. A műsorszám támogatója a Kék Duna Otthon. www.kdo.hu